2,5 millió forintnyi adományt vett ma át Miskolc polgármestere. Az önkormányzat a Meszegyi segítségével juttatja majd el a rászoruló családokhoz a 12.500 kiló lisztet. Veres Pál azt mondta, az adomány szimbolikus, mert a búza az életet, a túlélést jelenti, ami a járványhelyzet idején nagy hangsúlyt kap. Régebben ugyanúgy támogattuk a kultúrát, a sportot, ha árvíz volt, akkor odamentünk, most pedig tényleg baj van. A Borsod Agroker ZRT ajánlotta fel azt a több 100 kilós kiszerelésű búzalisztet, ami a Mirehu telephelyén az egyik raktárépületben sorakozik. Azt döntöttük el, hogy 22 tonna búzát felajánlunk. Partnereink segítettek ezt megörölni, lecsomagolni, elszállítani. A végén ebből 12.500 kiló, közel 12.500 kiló kilós kiszerelésű liszt lett. A járvány miatti gazdasági helyzet sok miskolci családnak okoz nehézséget. Az adományt a város polgármestere vette át, és az önkormányzata Meszegyi segítségével rászoruló családokhoz fogja eljuttatni a jövő héten. A szétosztás során figyelni fogunk arra, hogy kapjanak ebből konyhák, olyan szervezetek is, amelyek valóban segítik a leginkább rászorulókat. Felmérjük a reális igényeket, és az a célunk, hogy ez a nagy mennyiségű adomány ez a leginkább rászorulókhoz eljusson. Együttműködik majd velünk a Máltai Szeretett Szolgálat és minden olyan szervezet, aki ebben segíteni tud nekünk. Veres Pál szerint az adománynak szimbolikus jelentése is van. A búza a kenyérrel, az élettel azonos, és a jelenlegi helyzetben nagy hangsúlyt kap az élet és a túlélés.